Igen, Rátti Gábor előadásánál jutott eszembe, hogy milyen jó, hogy hoztad a Rérú Bovárom előzményeit példaként, hogy az angolul jövő kezdeményezése kanalizálódott be egy legfelsőbb szintű egyházi dokumentumba, de azért ez azt hiszem nem jellemző a katolikus egyházban, tehát az egyházat is annyira nem szokott lelkesedni az angolul jövő kezdeményezésekért, gondolom én. Vagy nem tudom, hogy a 19. században ez mennyire volt jellemző, vagy manipulálják ezeket, mert gondolhatunk az infalibilitás dogma előkészítésére, hogy ott tudjuk, hogy ezért kicsit manipulálták a, nem is a közvélemény, de hát a sajton keresztül a zsinati atyákat mondván, hogy ezt óhajtják Franciaországban, de Csillita Katolika így csinált egy kampányt. Nem tudom, hogy ezt jól látom, hogy ez a 19. században egyáltalán megérvényes is. A 19. század mélységei nem szeretnék belemenni, de az, én az intézményi heterogenitásnak egy példájára akartam. Az intézményi heterogenitásra akartam egy példát hozni, hogy sokszor messziről megyek, megint korábbi korszakokról. Tehát a Varga Szabolcsnak volt ez a sokszor elhangzott és nagyon figyelemre méltó előadás, hogy egyház történet egyház nélkül. Ugye, ami a török hódoltság viszonyaira reflektál, és tulajdonképpen nekem ebből a szempontból azt mondja, hogy ez egyház intézményi heterogenitása, hogy sokszor vannak olyan szituációk, történelmi helyzetek, amikor az egyház jelenlétét nem a függelmi viszonyok által meghatározott tényleges egyházias szereplők határozzák meg, hanem másfajta tényezők. Tehát éppen azok teszik jelenlévővé az egyházat, akiket egyébként nem csatolunk be az egyházi társadalomnak a körébe. És azt gondolom, hogy a 19. században mindenképpen ezért kell majd a társulatok, laikus szerveződések felé is bővíteni ezt a vizsgálati perspektívát, mert hogyha az egyház társadalmi jelenlétére vagyunk kíváncsiak, akkor nem megkerülhetőek ezek a szerveződések. Én gondolkodtam? Annyit, hogy nagyon érdekes, szerintem most már látszik az, hogy a 19. században a katolikus egyház a két nagy gondolkodó igazán nagy volt, az egyik Müller, a másik Newman. És nagyon érdekes, szerintem mind a ketten írtak egy könyvet Szent Athanasiosról. Azóta is nem sok mindenkit érdekel Athanász, de egy megkerülhetetlen. Magyarul senki nem írt róla, tudtam, hogy egy szót sem. És legalábbis a 20. században. És mind a ketten írtak egy nagy könyvet Athanászról, és Newmannek ez volt az első munkája. És azért érdekes, mert mind a kettőjük számára azért fontos Athanász, mert egy olyan kornak a tanulja, amelyben az egyházi hierarchia, a püspökök csődöt vallanak, kudarcot vallanak, nem tudnak ellenállni a császári nyomásnak, nem tudnak ellenállni az eretnekségek nyomásának. Kudarcot vall a püspökség, sőt Róma is, mert egy kísérlet történt még Athanásznak a exkommunikálására is, Róma részéről, ami abszurditán. De egy valaki megőrizte a hitnek az integritását és a tisztaságát, a hívő nép. És hogy ezért fontos Athanász, mert olyan koromban egy valaki maradt hívő, mint Illés próféta Izraelben, egy hívő maradt Athanász, és a nép mellette kitartott, meg a szerzetesség. De a püspökök kudarcot vallottak. És ez Newmannek később is egy nagyon kedves gondolat volt, hogy a népnek a hitbeli egészség az mennyire fontos. És amikor ez kifejtette ugye külön szövegben, 60-as évben, akkor Rómában fel is jelentették eretnekség miatt. Hogy mi az, hogy a nép a hit egészségének az egyik zálog. De szerintem ez az alsó, a népnek, a nép hitének a kiemelése teológiai szempontból nem véletlen, hogy a két óriásnál, Müllernél és Newmannél is megvan, és mind a ketten ugyanarról az Athanászról írnak egy könyvet, részben ugyanez hit. Ez nagyon tanulságos szerintem. Hát, hogy a félelmek az egyházvezetésben inkább azzal függenek össze, hogy ugye itt nem csak teológiai értelemben lehet venni azt, hogy a tanuló jövő kezdeményezések fontosak, hanem egy ilyen modern demokratikus szemléleted is, ami viszont már szétzilálja a hagyományos egyház szervezetet. Talán a
Ez az intézményi heterogenitás az valóban fontos probléma szerintem, hogy ezt hogy nem az, hogy mi hogy írjuk meg, hanem hogy hogyan élték meg a adott korban. Kérdés, hozzászólás. Megköszönöm én is mind a két előadást, és különösen tetszett Tibornak a megközelítése azért, mert amennyire én ismerem a teológiai oktatást, azért a 19. század katolikus teológia szempontjából a papképzésünkben nagy szerepet igazából nem igazán kap, inkább ilyen a közmeggyőződés az, hogy hát ilyen szintetizáló törekvések vannak, és hát azért jó, hogy akár Müllernek vagy Newmannek a személyét is kiemelni, mert így képet kapunk arra, hogy vagy amit itt Atanázzal kapcsolatban mondtál, hogy bizony ott is a történelmi helyzet, a társadalmi helyzet nagyon érdekes kihívások elé állítja a teológusokat, és ez azért nagyon izgalmas, mert ugye azt jobban szoktuk mondani, hogy hát a mai korszak az ókeresztény korszakra hasonlít, mert ugye pogányság, meg támadások, meg stb. És hát ugye, de az a 19. században is vannak nagyon hasonló jelenségek, és azt gondolom, hogy nagyon hasznos megnézni, hogy ott a teológusok, a gondolkodók hogyan próbáltak megküzdeni a katolikus teológusok ezekkel a kérdésekkel és kihívásokkal. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Mondod, hogy Frissnek kéne lenni, hogy egy kicsit fáradt vagyok, mert nem jutottam Kárpához, de Gábornak a szavai úgy éreztem, hogy hozzám is szólnak, mert teljesen egyetértek ezzel a fajta megközelítéssel, és nagyon örülök, hogy valaki 20. századosként ezt kiolvasta ezekből az előző konferenciákból, mert nyilván ez volt az egésznek a célja, és azt tudom erre mondani megerősítésképpen, hogy szerintem is ezért kell konfliktusokat vizsgálni a maguk összes szereplőjével együtt, a püspöktől, az esperesen át, a plébánosokon, adott esetben rendi vezetőkön, szerzeteseken, és az úgynevezett nőtlen keresztül, mindenkinek az ego dokumentumaival, egy személyes megnyilvánulásain keresztül meg kell közelítenünk egyrészt ezt a kérdést, amiről te beszéltél, hogy intézményi heterogenitás van, és a szerepek adják meg időként az egyes megnyilatkozások alapján, és ezt szerintem még egy szintet lépve meg lehet fejelni azzal, hogy a szerepeken belül is vannak attitűd változatok, és ezeknek a, amikor eljutunk már az egyes személyekhez és az ő saját habitusukhoz, az ő gondolkodásmódjukhoz, akkor hogy mondjam, még inkább közelítünk valami ez, ami a mindennapi élete, a mentalitás történet alapkérdés. Köszönjük, ez is egy nagyon jó gondolat, mert valóban, mint a Károlyon is leír egy szerepet, hogy kinek mit kell betöltenie az egyháziak közül, és akkor utána jön a kérdés, hogy milyen személyiség az, aki akár egy püspöki vagy esperesi vagy plébánosi szerepet tudhat betölteni a fölvállalatban. Hát van is több kérdés, akkor tényleg Károlyhoz lehet. Miért nem következő?